Szia itt Balne egy újabb VP Barkács videóval. Szerettem volna adni egy karácsony ajándékot VP Barkács stílusban, ez pedig egy teljes Elementor landing page az éppen látható havazási effektel. A teljes importálható elrendezés a videó alatti linken elérhető, de ez a rövid videó tutoriál szükséges a teljes csomaghoz. Alapvetően ez egy termék promólap, de a tartalmi szekció bármire cserélhető. Elsőnek Lépjünk be, mint WordPress admin, majd menjünk az Elementor menü My Library opciójára, és kattintsunk az Import Template komra, keressük meg a JSON fájlt a letöltött zip csomagból, és importáljuk. Következőnek hozzunk létre egy új lapot, Ezt saját elvárásoknak megfelelően beállíthatod, de most állítsuk Elementor Canvas lap sablonra, és szerkesztjük Elementorban. Adjuk hozzá a frissen importált lap elrendezésünket, majd mentjük el. Befejezésképpen nézzük meg, hogy is fog kinézni a lapunk. Remek. Bár még nem havazik, de már minden kész a további személyre szabásra. Következőnek menjünk vissza az admin felületre, húzd az egeret a bővítmények menü fölé, majd új hozzáadása. Mielőtt tovább haladnánk, Megemlíteném, hogy a csomagban mellékelt bővítmény linkjét megtalálod a videó leírásában is, ha szeretnéd. Miután telepítettük a bővítményt, aktiváljuk, majd haladjunk az új admin menü opcióhoz. Ide a szintén mellékkel textfile tartalmát kell beillesztened, pontosan ugyanúgy. Menjük el, és menjünk vissza az előbb létrehozott oldalunkra. Pár gondolat ennek szerkesztésére. A Merry Christmas z-indexet kapott, hogy a havazás felett maradjon. Ezt már is megmutatom, hol találod. Szintén, amíg még itt vagyunk a szerkesztés felületen, a Particle.js szelektora szintén megmutatom, hogy hol található. Remélem hasznos volt ez a videó. Ha igen, kérlek dobra egy lájkot, vagy írj egy kommentet. Iratkozz fel és nyomd meg a kis harangot is, hogy ne maradj le a következő videóimról se. Addig is, szia!